Sziasztok, Ádám vagyok, a Te Kettőt nézitek, a képen pedig egy igen érdekes készüléket láthatok. Mi elsőre olyan, mint hogy a Samsung Galaxy S5 volna. Valójában azonban egy kínai másolat, méghozzá nem is kicsit, sőt, teljes egészében megtévesztésre alkalmas lehet kívülről a készülék. Annyira sikerült lemásolni kívül, illetve belül egyaránt, ami eltérés igazából talán egy picit könnyebbnek tűnik. Illetve itt a hardware-t tekintve láthatjuk, hogy azért jóval gyengébb. MediaTek MT6577-es processzort kapott, nincs LTE támogatás, csak VCDMA. 1 GB RAM van, 4 GB háttértár, az 5-szoros kijelző is Full HD helyett csak QHD, és azaz 960x540 pixeles. A kameráink azok VGA felbontású elől, illetve hátul 5 megapixel, ez is jóval kevesebb, mint a gyári. Ahogyan az akkumulátor mérete is majdnem fele akkora, mint amit a S5 valójában tartalmaz, hiszen csak 1500 mAh. A készülék megtévesztésig hasonlít, itt van egy fekete színű eredeti S5, illetve egy baloldalt a fehér a másolat. Így szemből igazából teljes egészében összetéveszthető, a különbség talán csak a Samsung logó hiánya felülről. De ezen kívül még, amint látható, az új lenyomatolvasót is egészen jól szimulálja, legalábbis abból a szempontból, hogy minthogyha itt volna. Valójában azonban nincs beépítve új lenyomatolvasó ebbe a készülékbe, illetve ami különbség lehet, itt láthatjuk a visszajelző LED lemaradt felülről ezen a készüléken. Előlapot összehasonlítva, mind a kettő alul megkapta a kis világító gombokat, tehát ebből a szempontból is egyezik a készülék, illetve ahogy látszik, a keret vastagsága is nagyjából megegyezik, talán egy minimális eltérés van itt. Ha itt egymásra tesszük, tényleg látható, hogy szinte semmilyen eltérést nem találunk. Felül ugyanúgy megvan az infraportnak csak a helye, valójában azonban hardware nincs mögötte. Itt a jack csatlakozó, talán itt is látható, hogy minimális eltérés, illetve oldalról is közel megegyezik a két készülék. Alul ugyanúgy borítja mind a két eszközt a másolatot is egy vízállónak tűnő borítás. Valójában azonban itt nincsen vízálló réteg, így a másolat az nem is képes ellenállni a folyadéknak. Viszont ugyanúgy USB 3.0 csatlakozót kapunk a másolaton is, ami némileg meglepő, bár nem biztos, hogy ezt ki is tudja használni a készülék ténylegesen. A hátlap is megegyezik a Samsung logó hiányát eltekintve. Már hozzá kell tenni, hogy a jóval kisebb felbontású kamera alatt vak ugyan található pulzusmérő viszont nincs. Ennek ellenére a borítás anyaga azért eltérő, ez sokkal gumiszerűbb, ez pedig inkább műanyag érzésre, de a mintázat az nagyjából megegyezik, ugyanott van a hangszóró is. Ha levesszük a hátlapot a két készülékről, igazából érdekes dolgokat fogunk tapasztalni, méghozzá azt, hogy itt is nagyjából ugyanúgy néz ki, teljesen sikerült lemásolni a belső felépítést, és ugyanoda került a SIM-kártyaszlot, az SD-kártyaszlot, illetve megtartok vezeték nélkül töltéshez használt kis extrák is. És további érdekesség, hogy a gyári Samsung hátlapot is rá lehet tenni, tehát így például rögtön egy valódi Samsungunk volna. Ahogy látom, az előlapi gombot időközben el is hagytuk, tehát a minőség az nagyjából eddig tartott, tehát látható, hogy milyen magas a minőség. Ugyanazzal a Samsung akkumulátorral is használható a készülék, ami 3,8 volt, bár az eredeti az 3,85 század, illetve érdekesség, hogy bár az eredeti S5-ön 10,78 wattórát ír kapacitásra 2800 mAh-es akkumulátorra, itt csak 1500 mAh-ünk van, tehát 1500 mAh-óra, mégis 11,84 tehát több wattórát jelezne a kínai gyártó. Tehát itt azért elég szépen megy a susmus, természetesen a hátlap belsejéből hiányzik a vízzáró réteg, így ezt sem fogjuk tudni használni. Kívülről tehát nagyjából megegyezik az S5-tel, leszámítva a szépen kieső home gombot. Még itt azt is elhihetjük, hogy
új lenyomat olvasunk, van benne, holott ténylegesen nincs. Kicsit bonyolultabb is így talán feloldani a képernyőt. Ha megnézzük, a Samsung felületet is sikerült egészen szépen lemásolni, megint kiesett a home gombunk. Hát látható, hogy nem, hogy új lenyomat olvasó nincs benne, hanem rendes minőség sem, mert a home gomb többször kiesik a videó során. Tehát ezt a minőséget várhatjuk igazából ettől a kínai csúcsmodelltől. Itt a nagyjából hasonló ikonokat kapunk, sikerült ezeket lemásolni. A sebesség azért nem ugyanolyan. Az értesítési sáv is közel hasonló, itt mondjuk némi eltérést tapasztalhatunk. Elvileg a másolaton is 4.4.2 KitKat fut, legalábbis itt ezt írja a rendszer. Viszont megnézzük, hogy sikerült-e esetleg a beállításokon belül mahinálni még. Van például a Smart Screen, ami elvileg Smart Control, ez valószínűleg csak egy fake menüpont, és valójában ez egyáltalán nem is működik. Az eszközkártyát is lemásolta teljes egészében a kínai gyártó. Igazából jól el lehet ezen mosolyogni, hogy mennyi mindent gyönyörű szépen kilopott igazából a Samsung rendszeréből. Háttértára, ha rámegyünk, megmutatom. Itt látható, hogy volt valahol, így van, itt van 4 GB a háttértár, 1 GB a RAM, az újból kiesett home gombbal együtt is. Viszont, ha visszamegyünk, minthogyha 16 GB volna, azt jelzi a készülék, tehát semmi másra nem megy ez, minthogyha csak átverni akarná a gyártó az embereket, és tényleg a Galaxy S5 érzését kelteni. Memóriából ugye 1 GB-tal rendelkezik, valójában viszont meglátjuk, hogy mennyit fog mutatni. Ahogy látható, 1 GB-ot használt a mutat, illetve 900 MB-ot használaton kívül, ami igazából teljesen hülyeség ebből a szempontból, hiszen láthatjuk, hogy 1 GB volt. Kapunk S5 launchert futó alkalmazások között, illetve több Samsungra utaló dolgot is, holott semmi köze nincs a Samsunghoz. Megnézzük a kamerát, mennyire sikerült lemásolni. Hát itt is igazából az új kameraszoftvert kapjuk, beállításokat tekintve is. Hogyha bejön, így van, itt a beállításokat nem sikerült lemásolni, ez még a régi MediaTek-es beállítás kínálat, illetve hát az 5 megapixel valószínűleg közel sem lesz olyan minőségű, ami igaz is. Autofókuszunk az van, ezt is sikerült eltulajdonítani tulajdonképpen a Samsungtól. Mondhatni, egy elsőre megtévesztésre tökéletesen alkalmas másolatot kapunk. Valójában azonban csak egy gyenge gagyi hamisítvány, amit láthatunk is a kieső home gombbal, a gyatra hardverrel, illetve a hamisított funkciókkal. Ez volt tehát innen a Computex 2014-ről egy kínai fake Samsung Galaxy S5 másolat. Kövessetek minket továbbra is a tech2.hu oldalon. Sziasztok!